A Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma szervezésében október minden évben látásunkról szól. Ennek célja, hogy fejlesszék a magyar lakosság látáskultúráját, és felkeltsék az igényt az éles látásra. 5 érzékszervünk közül talán a látás a legfontosabb, ezért is kell kiemelt figyelmet fordítani a védelme érdekében. Ajánlott felkeresni a személy szakembereket, és rendszeresen szűrővizsgálatra járni, nem csak akkor, amikor valami problémát érzékelünk látásunkban. A szakember a vizsgálat során ellenőrzi a szem egészségét, amelyből az általános egészségi állapotra is következtetni lehet. A vizsgálat során speciális eszközök segítségével próbálják kiszűrni a betegségeket, mint például a zöldhályogot. Ez nem csak felnőttkorban fontos, a gyermekeknek is szükség van a rendszeres vizsgálatokra. A látás problémák akár gyengébb iskolai teljesítményhez is vezethetnek, ezért ajánlott már iskolakezdés előtt egy optika felkeresése. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Szabó Irén, a Szabolcs Optika szemész szakorvosa, kontaktológus. Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Hát akkor kezdjük ott, hogy mennyire vigyázunk mi magyarok a szemünk épségére ön szerint. Európában egyedülállóan 2005-től a Látszerész Szövetség és az optikai társadalom létrehozott egy kampányt, egy rendezvénysorozatot, amelynek az a célja, hogy figyeljünk oda jobban a látásunkra, a szemünk egészségére. Mennyire jött be ez a kampány? Egyre népszerűbb. Ugye itt az október a látás hónapjáról. Október a látás hónapja. Egyre több látszerész szaküzlet csatlakozik ehhez a rendezvénysorozathoz, amelynek a célja, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk a látáskultúra fejlesztésére, a vizuális kihívásokkal hogyan nézünk szembe, hogyan védjük meg a szemünket a különböző digitális eszközök okozta káros hatástól. Rengeteg olyan magyar van közöttünk, aki nem egészséges szemmel, vagy nem éles látással rendelkezik. Hát ugye mi is itt ülünk a stúdióban, mindketten szemüvegesek vagyunk, tehát. Statisztikák szerint a lakosság 50-55%-ának szüksége lenne valamilyen korrekcióra. Ez lehet szemüveg vagy kontaktlencse. Azonban az a tapasztalat, hogy körülbelül 30-35%-unk jár el rendszeresen szemészeti ellenőrzésre, illetve hordunk szemüveget vagy kontaktlencsét. Vizsgálatok szerint körülbelül 1,5 millió magyar ember még soha nem volt szemészeti vizsgálaton, tehát van még teendő, igen komoly célja van ennek a látás hónapja rendezvénysorozatnak. Tehát 1,5 millió ember, annak ellenére, hogy van panasza vagy nincs panasza, de azért nem lenne rossz, hogyha elmenne szakorvoshoz. Szakorvoshoz, igen. Nem veszünk róla tudomást egyébként? Olyan előfordul, hogy ténylegesen nem veszünk róla tudomást, hogy mi mondjuk valamilyen látás problémával szenvedünk, csak későbbiekben mondjuk jönnek a szövődmények, teszem azt mondjuk akár egy fejfájás. Ilyen előfordulhat? Igen. Hát ez is hozzátartozik a látáskultúra fejlődéséhez, fejlesztéséhez, hiszen van, aki megelégszik sokkal kisebb látásigénnyel, kevesebbet olvas, kevesebbet használja a digitális eszközöket. Fiatalabb korban inkább megjelennek a fiatal felnőttek szemészeti vizsgálaton, hiszen az iskolában, a munkahelyen szükségük van megfelelő látásra. Idősebb korban pedig azért jönnek el 40 éves kor után, ugye, akinek nem kellett eddig szemüveg, 40 éves kor után sajnos a szemünk alkalmazkodó képessége csökken, ezért közeli szemüvegre szükségük lesz. Generáció és generáció között nem tudom, mennyire lehet különbséget tenni, de önnek mi a tapasztalata, hogy a mostani fiatalság, hát akkor beszéljünk az ilyen 10 éves korosztályról, meg a fiatalabbakról, akik egyre többet ülnek a számítógép előtt, a képernyő előtt, egyre rosszabb a szemünk? Nemrégen egy statisztikát olvastam, miszerint az ázsiai lakosság 95%-a már rövidlátó, és sajnos mi is e felé haladunk, hiszen egyre kisebb eszközöket és egyre közelebb nézünk. Ez a digitális világ vizuális kihívásai Ez is a rendezvénysorozatnak az egyik fő témája, és ehhez kapcsolódóan az úgynevezett káros kék fény, amit kibocsájtanak ezek az eszközök. Hogyan lehet megóvni akkor a szemünket ettől a bizonyos kékfénytől? A kékfény egy rövid hullámú tartomány, a látható fénynek az ultraviola sugár felé eső része. Természetesen a fény, a kékfény, a látható fény az nagyon egészséges, jó hatással van a szervezetünkre. A kékfény többek között az alvás ébrenlét ciklusunkat szabályozza, a hangulatunkat teszi jobbá. Viszont ha ez a sugár eltolódik a rövidebb tartományba, akkor felborul ez az egyensúly. Tehát azt, ha tanácsolhatjuk, akkor este lefekvés előtt már ne a digitális eszközök nézésével töltsük az időt, mert felborulhat a nappali és az éjszakai, a biológiai ritmusunk. Igen. Ez viszont egy nem látható kékfény, ugye? Tehát, hogy ezt nem érzékeljük. Ezt nem érzékeljük, de mindegyik nagy lencsegyártó cég innovatív fejlesztések során kifejlesztettek egy olyan réteget, amely tudja blokkolni ezt a kék fényt. Tehát aki nem visel dioptriás szemüveget, annak is szoktuk tanácsolni, hogy dioptria nélküli védőszemüveget tegyen fel tartós közeli munkánál. Ez a tartós, ez mit jelent? Tehát több óra vagy, hogyha egész nap az irodában, a számítógép előtt ül? Igen, szoktam tanácsolni gyerekeknek, hogy kétszer fél óra a mobiltelefonnal töltött idő, és megmosolyognak, mert 4-5 órát is eltöltenek ennek az eszköznek a használatával. Mikor érdemes elmenni szakorvoshoz, ön szerint? Hát érdemes a 3 éves gyerekeket, már kezdjük gyerekkorban, ilyenkor ki tudjuk szűrni a kancsalságot, és ekkor még lehet kezelni. Ez egy életre szóló megelőzést jelent. Szükséges iskoláskor előtt, akkor már meg tudjuk olvastatni a gyerekeket, hogy iskolába jól lássanak, mert sokszor nem tudják, hogy miért nem haladnak a társaikkal, mi a probléma. Aztán a következő életszakasz a 20 év körül, amikor már felnőtt korúvá válnak a fiatalok, és a következő pedig 40 év utáni időszakasz, amikor már nem csak szemüvegért kell eljönni a szemészetre, hanem kezdenek kialakulni az úgynevezett krónikus szembetegségek. Zöldhályog, szürkehályog, az úgynevezett makuladegeneráció, a szemfenék messzesedése. Tehát akkor gyakorlatilag inkább életszakaszokról beszélhetünk itt, és nem feltétlenül arról, hogy minden évben érdemes ellátogatni a személy szakorvoshoz. Fiatalabb korban életszakaszokról, később pedig azt szoktuk tanácsolni, hogy 2 évenként érdemes eljönni hozzánk. Milyen tünetei lehetnek annak, hogyha valaki nem lát jól? Ez elég érdekes kérdés, vagy ilyen furcsa kérdés, de azért mondjuk egy fejfájás esetén. Tehát ha fáj a fejem, lehet az ok, hogy nem látok? Például. Gyerekorvosok gyakran küldenek el szemészetre kivizsgálás során gyerekeket kivizsgálásra, mert nagyon gyakran fejfájás mögött lehet szemfájás. Tehát nem kezdünk el egy bonyolult kivizsgálást, amíg nem zárjuk ki a szemészeti elváltozásokat. Tehát ez az első lépés. Tehát például. Ez az első lépés. Másfajta tünet lehet még? Igen. A fejfájáson kívül a homályos látás, néha kettős látás, könnyezés, a bizonytalan közlekedés, ez mindegyik oka vagy a következménye lehet a csökkent látásnak. Hát beszéltünk itt akkor látás szemüveg lencsékről, illetve mi az, amit érdemes most figyelembe venni, hogyha esetleg, és akkor szemüveg lencse, illetve kontaktlencsével kapcsolatban is kérdezném ezt, hogyha valamilyen megoldás kell. Igen, fiatalok elsősorban kontaktlencsét szeretnének viselni, azt kérik, de mindenkinek javasoljuk a szemüveg használatát is, hiszen pihentetni kell, hétvégének kell venni azt a kontaktlencsét. Idősebbek általában szemüveget kérnek, de egyre gyakoribb már az úgynevezett lágy multifokális kontaktlencse, szemüveg mellett kiegészítésként ezt is használhatják. A kontaktlencse nem okozhat problémát a szemem? De okozhat problémát, igen. Ezért, amikor először kontaktlencse rendelésre jön valaki, akkor nagyon alaposan megtanítjuk, elmondjuk a szükséges elővigyázatosságra. A tisztaság és a hordási idő betartása rendkívül fontos. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.